Szakmai innováció és kreativitás szükséges a pályaorientációs oktatási forma bevezetéséhez, mondta Sárosdi Bernadett, az Első István szakképzőiskola igazgatója. A képzés során a tanulók nem órarendi formában, hanem gyakorlatorientált projekteken keresztül ismerkedhetnek a különböző szakmacsoporttal. Annak nagyon örülök, hogy a szakképzés 4.0 stratégiának is részese lett az orientációs osztály, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumban két intézményben is működik ez a képzés, és bízom abban, hogy az itt megfogalmazott tapasztalatokat majd meg fogjuk tudni osztani a többi szakképzési centrummal is a jövőben. A cél, mondja Csapó Gábor, hogy a középiskolákban mindenhol működjön ilyen osztály, mert jelentősen megkönnyíti a választást a bizonytalan családok és gyerekek körében. Ki tudja magát próbálni ugyanúgy a konyhában, ugyanúgy a szolgáltatásban, az idős gondozásban, a csecsemő gondozásban, a faipari szakmákban, az építőipari szakmákban, a fémes szakmákban. Az orientációs képzés nem arra való, hogy az általános iskolai oktatásban meg nem szerzett tudást pótolja, hanem hogy elősegítse a választást, mondták a szakemberek. Ez egy olyan könnyebbség, mely leveszi egy esetleges rossz döntést terhét a pályaválasztókról, ugyanakkor piacképes tudás megszerzését irányozza elő.